Úrnak, Kocsis Máté Frakszer úrnak, adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Egy idézet következik. Menedzsment szempontból van probléma. Tehát ugye ez egy hatpárti koalíció, ami egy adottság. Itt valaki megszagolja egy dealnek, egy üzletnek a lehetőségét, akkor rögtön mindenki magát akarja közvetítőként betenni, azért, hogy aztán valami jutalékot kérhessen. Jutalékot kérhessen. Menedzsment probléma. Az a rossz hírem van, elvtársak, hogy ez nem menedzsment probléma. Ez valami egész más probléma lesz, és az idézet nem tőlem származik, hanem Bajnai Gordontól, az önök harcostársától, korábbi miniszterelnöküktől. Ő az, aki most azzal védekezik, hogy kiragadtak tőle mondatokat. Itt jegyzem meg, hogy nem az első városvezető, akinek ilyen mondatok hagyják el a száját, hiszen Pikó András 8. kerületi polgármestertől is származik olyan mondat, miszerint 6 pártot kell kifizetnem. Ezért vagyok nehéz helyzetben. No, de milyen mondatok azok, amiket ki lehet ragadni, vagy félre lehet érteni? Talán az alábbit ennek tekintjük. Amint hírem egy-egy ilyen dolognak, egy ilyen dealnek, egy ilyen koalícióban megvannak a cápák. Rengeteg ilyen cápa úszkál a tóban, és egy nagy koalícióban mindenkinek megvannak a részterületei. Ez a realitás, ez így működik. Ez a realitás, ez így működik. Az a helyzet, hogy a nyilvánosságra került hangfelvételek egyértelműek. Nézzük a főpolgármester úr reakcióit. Először azt mondja a főpolgármester úr, hogy ez fake news, ezek hamis, hazug állítások. Lassan 4 hete jönnek elő az erre vonatkozó bizonyítékok. A fake news-tól, a hamis állításoktól egyből átugrott a főpolgármester úr oda, hogy soha nem is akarták eladni ezt az épületet. Aztán kiderült, hogy mégiscsak el akarták adni az épületet, hiszen készült egy hatástanulmány. Megjegyzem, hogy ha a főpolgármester úr nem tudott róla, mint ahogy mondja, az felveti azt a kérdést, hogy egy ilyen balfék ember mit keres Budapest élén. Képzeljék el, itt ülnek volt polgármester kollégák, ülnek az irodájukban, és a munkatársaik eladják az önkormányzat épületét, inkluzíve az irodájukat is, és önök nem tudnak róla semmit. Ha feltételezzük, hogy így is van, az is vet fel kérdéseket, de itt nem állt meg a hülyeség vonat. Azt mondja, hogy soha nem akarták eladni. Aztán kiderült, hogy mégiscsak készült egy hatástanulmány. Aztán a hatástanulmányra azt mondta a főpolgármester, hogy jó, készült hatástanulmány, de azt már tavaly elvetették. Aztán kiderült, hogy még idén májusban, sőt most ősszel is arról tárgyaltak, hogy hogyan kellene eladni ezt az épületet. Majd miután kiderült, és mindenki számára világossá vált, hogy nem mond igazat, főpolgármester tovább ment, és azt mondta, hogy jó, lehet, hogy el akarták adni, de ő nem hiszi el, ami ezeken a hangfelvételeken van. Nem állít föl vizsgálóbizottságot, mert nem hiszi el. Aztán csak felállítottuk azt a vizsgálóbizottságot, akár elhitte, akár nem. A főváros felállítja a bizottságot, de nem hallgatja meg Bajnait, aki egyébként árulja a főváros épületét. Nagy lépés ez már ahhoz képest, hogy eredetileg hamis hír és fake news volt. Aztán még mindig nincs vége, megyünk tovább. Azt mondja, hogy na jó, van ilyen ügy, vizsgálni is kell, de hát Gansperger jobboldali. Aztán amikor kiderül, hogy ez még viccnek is rossz lenne, eljutunk oda, hogy na jó, hát a Gansperger nem is vádolható ezzel, akkor viszont a Putyin akarta megvenni a Fidesznek. Szóval elvtársak, ezen a logikán egyébként egy lépéssel vagyunk attól is, hogy Bajnai jobboldali legyen, amit remélem nem engednek meg maguknak. Szóval summa summarum, sajnálom, hogy például Tordai Bence most nincs itt, és ha jól látom, senki a Párbeszéd frakcióból, mert a mérhetetlen párt főpolgármesterében csalódtak a budapestiek. Most már azt is látjuk, hogy miért. Nem pusztán azért, mert alkalmatlan a város vezetésére, nem pusztán azért, mert sértegeti a budapestieket, butaságokat beszél, életvezetési tanácsokat ad, és gyakorlatilag összeomlott a város köztisztasága, közbiztonsága és közlekedése is, hanem egyszerűen azért, mert alig egy év alatt a polgármesteri szék megszerzésétől számított, alig egy év alatt szőtte át a Bajnai Gyurcsányféle pulip a fővárosi városházát. Nagyon reméltem, hogy Tordai képviselő úr erről fog beszélni, de nem erről beszélt a napirend előtti felszólalásában, pedig a legtöbb embert talán ez foglalkoztatná. Zárásként pedig engedjenek meg még egy gondolatot.
Az egészben, az ügyön túl, a legmegdöbbentőbb, hogy önök már nem is tartanak attól, hogy pár nap múlva kiderül, hogy megint hazudtak, hanem hazudnak majd még egyet. Szégyeljék magukat! Köszönöm, elnök úr, tisztelt frakcióvezető úr, tisztelt ház! Én bevallom, nem értem a megdöbbenését. Mindebben mi érte önt váratlanul? Amikor nem most, hanem most már hiszem, a harmadik hete, negyedik hete készülök erre a megszólalásra, akkor igyekeztem összeállítani, hogy az ember 5 percbe beleférjen, frappáns legyen, rövid legyen, és az érzelmei ne vigyék el. Aztán rájöttem, hogy ezt a több száz sorból álló listát, amit itt fel kellene olvasni, annak bizonságául, hogy semmi ok nincs a megdöbbenésre, hiszen 2021-ben semmi olyan nem történt, ami az előző két évtizedben ettől a politikai gárdától nem történt volna meg. Ezért engedjék meg, és kérem, engedje meg a tisztelt ház, hogy minden kommentár nélkül csak soroljak. 94 júliusától 98 júliusáig a Magyar Kereskedelmi Bank privatizációja, Budapest Bank privatizációja, Magyar Hitelbank privatizációja, Takarékbank, Mezőbank, a Kereskedelmi és Hitelbank privatizációja, 95-től 97-ig több ütemben a MATÁV privatizációja, 95-ben a főgáz, utána több szakaszban az összes regionális gázszolgáltató privatizációja, 96-97-ben ezeknek leányvállalata is, D-gáz, T-gáz, E-gáz, K-gáz, T-gáz. 95-től 98-ig több szakaszban a MOL, 96-ban a Tiszai erőmű, 96-ban Budapesti erőmű, 95-96-ban a fővárosi vízművek privatizációja, 94-ben a fővárosi csatornázási művek. A Medgyessy Gyurcsány éra alatt 2003-ban a Postabank, Konzumbank, Földhitelbank, 2005-ben a Budapesti Airport, Ferihegy privatizációja, a 95-ben az Antenna Hungária. Ön említette a bajnai miniszterelnök urat 2006-tól 2010 májusáig, tehát a Gyurcsány bajnai éra alatt a MOL privatizáció befejezése, a Malév értékesítése, Földhitelbank és a Márkargó privatizációja. Azoknak, akik talán részleteket csak példaképpen néhány olyan ezekbe, ami vállalatok, Tiszai erőmű, a Herzalámilgyár, Hungarofarma, Panonhőerőmű, Ganszolgáltató, Geodézia és Térképészeti ZRT, a Mátrai erőmű, tankönyvkiadók, egyetemi kiadók, és tudnám sorolni, mondom, 190 sorba vannak csak a legnagyobbak. Kérdezik ellenzéki képviselőtársaink, hogy hát hogy mi ezzel a bajunk. Az a baj, hogy ezt 2010-től nekünk vissza kellett vásárolni. Ezt szinte kivétel nélkül vissza kellett vásárolni, mert ettől függ a magyar áramellátás, a magyar gázellátás, hogy a lakásokban világos legyen, hogy meleg legyen. Ettől függ az élelmiszeripar, a mezőgazdaságunk, az alaptermelés, az élelmiszeripar. Ettől tűl az energián keresztül. Mostanában sok szó esik az építőiparról, hiszen megélékült a lakásépítés. Tisztelt képviselőtársaim, kavicsbánya nélkül, cement nélkül, betonacél nélkül nem lehet hazai építőipart csinálni. Vissza kellett vásárolni, és amit nem tudtunk a mai napig visszavásárolni, azért meg nagyon szívunk, mert az importból kell behozni nagyon drágán. Összegezve, kérdezik, hogy mit csináltunk mi, itt, akik itt ülünk. 2010-től 6093 milliárddal növekedett az állami vagyon, jelenleg 17744 milliárd forint. Úgyhogy közben kifizettük
a önkormányzatok adósságát, és kifizettük közel 1 millió családnak, lehetővé tettük, hogy megszabaduljunk ezektől. Ez történt az elmúlt 10 évben, ezek után úgy gondolom, hogy nincs mint csodálkozni. Köszönöm a figyelmüket!